Tisztelt polgármester úr, mi minden történt a héten? A héten talán a legfontosabb esemény a fővárosi közgyűlés ülése volt. Ez egy érdekes dolog, hogy pont az volt talán a legfontosabb, mert hogy döntött a HÉV metró projekt elindításáról a fővárosi közgyűlés. Ugye Rizlement a 17. kerületi polgármester meg az én közös javaslatomra döntöttek arról, hogy egyrészt támogatják ezt a projektet, tehát fölkerül arra a listára, amit a főváros meg szeretne valósítani. Másrészt a tervezéshez, tehát az engedélyes tervek elkészítéséhez 2016-ban is 1 milliárd forintot, meg 2017-ben is 1 milliárd forintot ad a fővárosi költségvetésből a fővárosi önkormányzat. Ugye ennek a projektnek az a lényege, hogy a mostani kettes metró az egész Szeggödöllőig közlekedne, persze nem minden szerelvény menne el Gödöllőig, hanem minden harmadik elmenne Gödöllőig, minden második Cinkotáig, és minden szerelvény az Őrshöz értérig, nagyjából így lehet összefoglalni. Persze nem teljesen pontos, mert ugye vannak, amikor csúcsidő, meg nem csúcsidő kívül, de hát nagyjából így érdekes ez is. Egy simpáron közlekednének ezek a szerelvények, mind alsó áramszedős, mind felső áramszedős lenne, tehát új szerelvények is lesznek, majd a híveket is leveszik innen, meg amit vettek nem olyan régen a kettes metróra, azt meg átrakják a másik metró szerelvényre, ahol ez tud működni. A mostani elképzelés szerint, mert ugye az engedélyes tervben még azért sok minden változhat, a tanulmányterv szerint, amit az Európai Uniós pályázatból a főváros elkészített, azt is már a két kerület által korábban elkészített tanulmány alapján csinálták. Az azt jelenti, hogy a stadionoknál már nem jönne át a felszínre, meg nem jönne át erre az oldalra, már a kőbányai oldalra, a Pillangó utca felé a metró, hanem egyenesen tovább menne térszín alatt, az Őrsvezér téren is átmenne, a főút mellett, tehát ott a Fehér út alatt átmenne, és utána ez egészen térszín alatt menne a Rákospatakig. A Rákospatak fölött menne át, tehát ott följön a felszínre, lenne egy megálló az egyenes utcai lakóteretnél. Ez a megálló ez úgy alakulna ki, hogy ez egy térszínen levő megálló, de csatlakozna egyből, a vasútnak is lenne ott egy megállója, tehát elővárosi vasutat újra nyitnák ezen a körvasútsoron. Szent Mihályon is lenne egy megállója, meg itt az egyenes utcai lakótelepnél is lenne egy megállója, tehát itt könnyen át lehetne szállni, mert ugye az a bevisz egészen a nyugatiig ez a vasútvonal. És akkor tovább menne térszín alatt ott az egyenes utcai lakótelep, után lebukna a térszín alá, és majd az Imre utcánál érkezne újra föl a felszínre, és onnan megint a Szilaspatakot megint a patak fölött menne át, és utána menne Csömörre, menne Gödöllőre. Ami még fontos döntés volt, ugye, hogy az tanulmánytervből kimaradt a keresztúri szárnyvonal, és ugye ez most újra bekerült ebbe a projektbe. Ebben még nincsen döntés, úgyhogy igazából a több pénz valószínűleg ennek a projektelemnek a tervezésére fog elmenni, hogy hol kapcsolódjon, vagy hol menjen ki a Kerepesi útvonalából a 17. kerület felé a vonal. Van egy olyan változat, ami ugye a 16. kerülettől nem messze, tehát itt a Sárga Rózsa utca, Pesti határ útvonaltól egy kicsit azért odébb, tehát nem közvetlen mellette, sőt, talán az öt felület túloldalán menne el a szerelvény, majd meglátjuk. Ez majd a jövő zenéje. 2017 év végére kell elkészülni az engedélyes tervnek, utána lehet Európai Uniós pályázatra beadni. Nagyon reméljük, hogy akkor úgy fog állni majd az Európai Uniós pénzek lehívása, hogy lesz erre mód. Ha mégsem lenne módra, akkor majd a következő Európai Uniós ciklusban megpróbáljuk ezt megvalósítani. Az összköltség a mostani tervek szerint egy olyan 280-300 milliárd forint. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, de hát ebből az összes szerelvény benne van, az összes hévvonal, tehát még a gödöllői oldalon, azt nem is mondtam, mert átkerül a másik oldalra a hév, illetve hát a hév metró, mert ugye a gödöllőiek úgy szeretnék, tehát ez egy elég bonyolult projekt. Ha jól értelmezem, akkor az Imre utcától már felszínen menne? Igen, tehát az Imre utca után felszínen menne, ott a Sarjú utcai átjárót átépítenék, de ott az már térszín fölött menne Gödöllőre, Cinkotára is térszínen érkezne meg. Nagyon jó a kérdés egyébként, mert ugye ott van egy nagyon bonyolult kereszteződés, ugye a Ostoros utca, Vidámvásár utca, Kerepes vagy ott Szabadföld út,
Ott meg a tervek szerint az autók mennének le alagútba, tehát a mostani strandkert meg strand alatt lenne átvezetve egy alagút, és úgy kapcsolódna a Vidámvásár utcára, és ott az a kereszteződés, a Vidámvásár utca, Szabadföld utca kereszteződés meg is szűnne, ott kialakulna egy nagy tér, lehet ez majd még a engedélyes terv majd megmutatja, hogy pontosan hogy lenne. Tehát sehol nem lenne kereszteződésben a közötti forgalom. Ez nagyon fontos, igen, tehát a kerületen belül nem lenne szintbeli kereszteződés, sehol a kerület területén, mert hát ugye ez viszonylag gyakran fog járni ez a szerelvény, tehát így most sem egyszerű áthaladni egyik oldalról a másikra a híven, így meg akkor tényleg lehetetlenné válna, de nem lesz ilyen. Metrószerűen fog működni. Metrószerűen fog működni. P plusz E parkolókat is tervezünk. Az első a kerületen belül az ott a most nagyjából a Sasami piac környékén, ott lenne a megálló is, és akkor valahol ott lenne egy P plusz E parkoló. Egyel tovább a Jókai utcánál, ugye ott lenne egy külön megálló, összevonva a mostani Baross Gábor utcai megállóval, és afölött, ugye a térszín alatt van, afölött lenne egy P plusz R parkoló, majd kiebb Cinkotán lenne egy még nagyobb P plusz R parkoló, mert ugye most a Fővárosi Önkormányzat épít már egy P plusz R parkolót, amit már nagyon remélem, hogy most már nyáron elkezdik, de azt átépítenék még nagyobbra, illetve a Kistarcsai Kórháznál is van tervezve egy P plusz R parkoló, tehát viszonylag fontos lesz, meg hát a buszok se fognak bejárni az Ösvezér térére, vagy legalábbis nem mindegyik, tehát keresztirányú járatok lesznek, idézőjében úgy mondják, hogy ráhordó járatok lesznek erre a metró. Akkor ezt most már csak meg kell élni. Igen, hát mindenki sok tejet igyon, vagy nem tudom, mitől él hosszan az ember, tehát hogy ezt megélje, hát majd meglátjuk. Persze nem csak fővárosi közgyűlés volt, hanem volt kerületi képviselőtestületi ülés. Nyár előtti utolsó ülés volt mind a két helyen, úgyhogy mindenhol sok napirendi pont volt. Mi is meglepő módon még 8 óra után is itt voltunk, ami nem egy szokványos dolog, de fontos dolgokat is döntöttünk. Ilyen a Rehab Kft. Ügyvezetőjének megválasztása, ugye egy évre volt kinevezve Siklósi Attila, a fiatalabb Siklósi Attila, és most a képviselőtestület több pályázóból, talán 6 pályázóból őt választotta meg a folytatásra is, tehát most már határozatlan időre is ő van kinevezve. Aztán ennél talán még fontosabb volt az, hogy csatlakozott a kerületi önkormányzat a Áder János köztársasági elnök által indított éghajlatváltozás megelőző, vagy inkább én csak úgy mondom, azért optimist, vagy hogy mondjam, realista vagyok, inkább csak meglassító, tehát az éghajlatváltozás lassító kezdeményezéshez. És nem csak csatlakoztunk, mert csatlakozni bárki tud, hanem különböző vállalásokat tettünk, hogy mi hogyan fogunk itt picike kis 16. kerület hozzájárulni ahhoz, hogy a éghajlatváltozás csökkentéséért vagy lassításáért tegyünk valamit. Ilyen vállalások voltak azok, hogy például jövő évtől már csak olyan épületberuházásokat csinálunk, ahol megújuló energiaforrást is tervezünk, vagy ha folytatjuk azokat a programokat, amik eddig is voltak, hogy ne tüzeljék el a lehullott lombot, tehát az őszi lombgyűjtési akciót, ugye idén már volt tavaszi nyersedékgyűjtési akció. Fogunk akciót indítani arra, hogy a csapadékvizet gyűjthessék a kerületi lakók, és abból tudjanak locsolni. Erre úgy, mint ahogy a komposztálási akcióra is ingyen lehet majd kapni ilyen csapadékgyűjtő ládákat. Persze ez először egy rendeletet kell alkotni. Aztán igyekszünk a kerékpáros közlekedést továbbfejleszteni, tehát a kerékpár útjainkat elvinni a kerület szélére, hogy ez alternatív lehetőség legyen az autó közlekedésre. Aztán támogatni fogjuk a megújuló energiaforrásokat alkalmazó kerületi lakóknak a beruházásait, tehát mondjuk aki napelemet szeretne, akkor ezt szintén támogatni fogjuk ezeket a kezdeményezéseket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hát nem mondom, hogy talán egyetlen önkormányzat vagyunk, aki így komolyabban vette ezt a dolgot, és saját vállalásokat is adott, mert nem ismerem minden önkormányzatnak ez irányi hozzáállását, de mi viszonylag komolyan vettük. Volt is ebben egy politikai egyeztetés, és talán egyhangulag fogadta el a testület ezt a javaslatot. Aztán volt téma a Cinkotai tájház. Ott végül is hát majdnem konszenzus sikerült, egyedül az előterjesztő nem támogatta azt a konszenzust, ami kialakult, ugye Varga Ilona képviselő az, hogy ragaszkodott valami módon a saját korábbi elképzeléséhez, de mindenki más abban értett egyet, hogy meg kell vizsgálni akkor, hogy a tájházban levő értékek azok milyen értéket képviselnek. Aztán próbáljunk csatlakozni a tájház mozgalomhoz, de hát ez az is kell, hogy fölmérjük, mert ugye nagyon régóta nem volt fölmérés, először még az önkormányzat csinálta, az csak egy leltár volt, amikor átvette a Batthyány Ilona iskolától.
illetve hogy szeretnénk továbbfejleszteni a tájházat. Tehát azt látjuk, hogy ma már a kultúra terjesztése az csak azzal, hogy kiállítunk tárgyakat, aláírjuk, hogy mi az, és oda be lehet menni, ez már nem működik. Tehát valami interaktivitás kell, valami olyan dolog kell, amiért bemennek mondjuk egy rendezvény, és akkor rendezvény keretében bemutatni. A rendezvényekkel viszonylag jól állunk, tehát a mostani üzemeltető, a Varázsműhely Alapítvány, az nagyon sok rendezvényt szervez, és így a fiatalok elmennek oda, és közben megnézik a tájházat, de ez csak járulékos dolog, úgyhogy egy interaktivitást szeretnénk. Végülis ebben is majdnem teljes egyetértés alakult ki a képviselők között. Aztán ugyanilyen téma volt, amiben teljes egyetértés azért nem alakult ki, ez a Kistarcsai Kórház parkolójának fizetősé tétele, melyet a Abonyi és a Vajda képviselőurak vetettek föl, szorgalmaztak, hogy kapjanak fölhatalmazást valamiféle tárgyalásra, amit azért nem értek meg. Önkormányzati képviselőnek egyébként is van fölhatalmazása bárkivel beszélgetni, tehát ez nem kellett volna. Én megdöbbenve hallottam egyébként a képviselőktől, hogy ugye próbálják az önkormányzat pénzét erre költeni úgy, hogy a egyébként a feladatot ellátó, vagy kötelezően ellátó se a kórházat nem keresték meg, se a magyar államok nem keresték meg, hogy nekik van ötletük vagy javaslatuk. Egyből ide jönnek az önkormányzathoz, meg más önkormányzatokhoz, hogy mi oldjuk meg ezt a problémát. Én mondtam nekik, hogy hát ez nem túl jó játék, hát ennyi erővel bármit meg a kerület önkormányzatnak lehetne megoldani. Ráadásul ugye se nem a kerület területén nincs, se nem az önkormányzat tulajdona, és főleg az, hogy úgy akarnak már egyből belépni ebbe, hogy mondom, a probléma megoldását kezében tartókat meg se keresik, ez számomra teljesen értetetlen, úgyhogy végül is nem is szavazta meg a képviselőtestület az ő javaslatukat. Nagyjából ez volt a képviselőtestület ülésen. Újabb kerületi 100 éves van. Köszöntöttem is Somodi Lászlóné Margit néni 100. születésnapján, Szent Mihályon lakik. Nagyon jó erőben van. Nagyon jól néz ki. Ez talán annak is köszönhető, hogy fiatal korában modellként dolgozott, ami még ugye a 30-as éveket jelenti, vagy a 40-es éveket. De egyébként tényleg nagyszerű erőlétben is van, meg szellemi állapotban is. Aztán ezen kívül a kerületi rendőrkapitányság dolgozóinak adtunk át jutalmakat. Tavalyi évben a legbiztonságosabb kerület voltunk, és ezt úgy döntött a képviselőtestület, hogy jutalommal díjazza így a kerületi rendőrök munkáját, hogy nagyon sokan, talán egy 60 ember kapott jutalmat a kerületi rendőrkapitányságon. Aztán volt köztisztviselői nap, ünnepség, mert ugye a nap az maga július 1-e, amikor egyébként zárójelben jegyzem meg mindenki számára, hogy jövő hétszerden zárva van a polgármesteri hivatal. Munkaszüneti nap a közszolgálatában dolgozóknak, vagy köztisztviselőknek, tehát akkor nem leszünk nyitva, ne jöjjenek jövő hétszerdán. És ezt mindig megünnepeljük, ilyenkor a kis jutalmakat, elismerő okleveleket adjuk át jegyző úrral. Egy jó hangulatú megbeszélés volt, hogyha lehet ezt megbeszélésnek fordítani, amikor a jegyző meg én beszélek, és nem egymással, hanem mindenki mással. Tehát ez inkább előadásszerű dolog volt, de jó hangulat volt, és jól érezték magukat a dolgozók, legalábbis én ezt láttam az arcukon. Megkérdeztem tőlük, hogy jól érzik-e magukat, természetesen mindenki föltette a kezét, tehát, de hát ez mondjuk egy ilyen, hát hogy mondjam, teljesen őszintének talán nem mondható reprezentatív fölmérés volt, de hát ki tudja, lehet, hogy mindenki jól érzi magát nálunk a polgármester hivatalban, reménykedek, hogy ez tényleg így is van. Mi minden fog történni a hétvégén? A hétvégén két fontosabb esemény van, a egészségügyben dolgozók azt kérték az önkormányzattól, hogy külön is ünnepelhessenek, nem csak a szociális dolgozókkal együtt, a szociális munkanapján, és Semmelweis napot tartunk ma, ahol a szakrendelőben dolgozók, vagy a kertvárosi egészségügyi szolgálathoz tartozó dolgozóknak lesz egy kis ünnepsége elismerések átadásával. Igen. És vasárnap meg egy nagyszerű rendezvény lesz, Tarnai Kis Lászlónak lesz egy sztárparádéja, 3 órától 6 óráig az Erzsébet-ligeti színházba, tényleg nagyszerű fellépők jönnek. Állítólag még lehet egyet kapni, úgyhogy aki meg akar jönni, az gyorsan szaladjon az Erzsébet-ligeti színházba, és akkor ott próbálhat még jegyet szerezni. És egyébként a Gőlesz iskola estje lesz, tehát ez egy jótékonysági est lesz az iskola javára, és ez van meg utána 6 órától. Én nagyon remélem, hogy nagyon jó hangulatú rendezvény lesz. Nagyon ritkán van olyan, hogy egy iskola jótékonysági rendezvényt szervez, itt is talán ez az első vagy második alkalom ennek az iskolának az életében, úgyhogy biztos nagyon készül. Köszönjük szépen, nagyon kellemes hétvégét kívánunk. Köszönöm szépen. Újabb időszaknak.